Gondoltam, ha valakit esetleg érdekel és szeretné használni ezt a gemátria számlálót vagy kalkulátort, akkor röviden megmutatom, hogy én hogyan találtam, illetve hogy hol találhatjátok meg, és nagyjából hogyan is kell használni. Aztán mindenki eldönti, hogy ez számára érdekes vagy sem, akarja használni vagy sem. Nagyon egyszerű... Megmutatom azt is, hogy hol találjátok meg. Természetesen előbb azonban nézzük meg, hogy hogyan kell használni. Egyszerűen ide a megadott helyre beírjátok a szót, ami érdekel Barack Obama. Aztán pedig ráklikkeltek a gombra, ami Gematria kalkulátor, Calculate Gematria, és kiadja az eredményeket, mint a Jewish, azaz a Yahoo vagy Zsidó, Gemátria alapján, az angol, english gemátria, illetve az egyszerű gemátria alapján. Későbbiekben itt, egyen lejjebb találtok egy táblázatot, ahol meg lehet találni mindazokat a szavakat, amelyek leggyakrabban fordulnak elő, ugyanazzal a végeredménnyel. Az első táblázat a Jewish, azaz a Yahudim vagy zsidó gemátriát veszi alapul 181, amúgy ugye 11, 11 a pusztításnak a száma, ez Barack Obama, ugyanaz akár csak az Abraham Dabra, Nefilim, aki ugye a bukott angyalok és a földi embereknek a leszármazottja, Mammon, aki a világnak az isten, a pénz istene, patkány, szintén ugyanennyi, Korán, The Big Bang, Nigel Farage szintén ugyanezzel az értékkel rendelkezik, Amalekite, az ugye egy nép az írásból, amely amelyet a mindenható kipusztítatott, hiszen bűnös életet éltek, és a többi, és a többi megkereshetitek azt, hogy mik ezek a szavak, amikkel azonos, gemátria értéke van a megadott szónak, ami ez esetben ugye Barack Obama. Egyen lejjebb pedig találunk még egy táblázatot, ahol az angol, illetve az egyszerű gemátria értékek alapján kereshetünk rá hasonló értékű szavakra. Itt olyanok lesznek, mint Shalom, Sofia, ugye a bölcsesség istene, aki a gnoszticizmusban az emberiséget teremtette, Hermes, illetve David Ike neve Marduk, aki szintén egy istenség, Mohamed. És akkor ezt így vég lehet nézni. Érdekesség kép. Aztán, ha megkapjátok az értéket, akkor vagy rákeresünk a számra, 181, hogy mit is mutat, lehet-e valami információt találni, vagy összeadjátok a számjegyeket, és az 11, és akkor elkezdtek kutatni abba az irányba, hogy a 11, vagy a 12, vagy pedig a 14, azon felül, hogy 12 ugye 2x6, a 12 törzs, a 12 egy igen fontos szám az írásban, 14 pedig 2x7, de azon felül 68-al is lehet dolgozni. Nagyon egyszerű megszerezni magát a programot. A Google-be egyszerűen csak beírjátok, hogy gmatrix.org, bocsánat. És rákattintunk az első találatra. Itt pedig lesz egy link, Gematrix Chrome app. Ez tulajdonképpen csak egy app, amint látjátok erre rá kell kattintani, és onnantól kezdve csak hozzáadni a Chromehoz egész egyszerűen. Amennyiben már megvan, itt lesz a kis ikonja, rákattintunk, és egyszerűen be lehet írni bármely szót, kiadja az eredményeket, ugye transformers már volt szó, 996, ami 3, 6-os, 652, ami 13, és amennyiben részletesebb eredményt szeretnétek, akkor kattintsatok a C Results gombra, és elvisz magához a kalkulátorhoz, amit már az elején megbeszéltünk, és ugyanúgy meg lehet nézni a további eredményeket, mind a a Jewish Gemátria alapján, vagy pedig az angol Gemátria alapján, illetve az egyszerű Gemátria alapján. Sokan kérdezték, hogy vajon ezt használhatjuk-e, egyáltalán ezt a fajta kalkulátort és az írás engedélyezi-e. Az írás nem engedélyezi magát a számokkal való manipulációt, illetve az azokból való idézőjelbe téve jóslást, hogy abból próbáljunk a jövőre következtetni, másokat befolyásolni, úgy szerkeszteni a mondandónkat, vagy az írásbeli megnyilvánulásainkat, hogy hogy a számokat figyelembe vegyük, illetve ezzel másokat manipuláljunk, vagy pedig a jövőről, a múltról, vagy pedig a jelenről tudjunk meg dolgokat. Azonban az, hogy a körülöttünk lévő világot megértsük és megfej megfejtsük, abban semmi rossz nincs, amennyiben valaki meg akarja fejteni egyszerűen ezzel a kalkulátorral, vagy a másikkal, amiről már szólt, azt megteheti. Ez Egyáltalán nem ütközik semmiféle ö, írásbeli parancsolatba. Magát, a számmisztikát, a numerológiát az emberek általában a világ értelmezésére használják, a jelenségeinek feltárására, illetve, illetve arra, hogy értelmet adjanak azon dolgoknak, amik a fizikai és egyéb törvényszerűségek a világban, erre nekünk nincsen szükségünk a szimbólumokra, a kódokra. Erre semmiféle szüksége nincs annak, aki a mindenhatóban hisz, hiszen majd a mindenható felfedi, amennyiben szükségét látja, természetesen a ruak segítségével, a szent lélek segítségével. Viszont, hogy a kódokat megfejtsük, amit a mi megtévesztésünkre használnak, az a szükséges ahhoz, hogy az ember másoknak segíteni tudjon, illetve hogy jobban megértse a világot. A két dolog között hatalmas különbség van. Az, hogy hogyan kell ezeket a számokat használni a különböző mágiákban, a fekete vagy fehér mágiákban, a babonák során hogyan értelmeznek számokat jó és rossz értelemben, mely számok segítenek, mely számok ártanak, védelmeznek minket. Bölcsességet adnak ezek a dolgok, azok, illetve hogy milyen energiát sugároznak bizonyos számok, ezeket mindenképpen az ember el akarja kerülni. Azonban a számok megfejtése, illetve a kódok megfejtése, amelyeket a médiában használnak, azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember megértse a világot és 5 Mózes 18-as fejezetben, amit ebben Rím 18-as így ír, amikor majd bementek arra a földre, amelyet Elohim az örökkévaló ad nektek, vigyázzatok, hogy ne kövessétek az ott élő nemzetek utálatos szokásaik, amelyeket az örökkévaló gyűlöl. Ezek ugye mind arra vonatkoznak, amiket ma az emberiség csinál, így alakult át a világ egy olyan világgá, ami a mindenható szabályrendszerének a tökéletes ellentéte. És itt figyelmeztet arra, hogy közöttetek ne legyen senki, aki feláldozza a gyermekét az oltár tüzén, ugye annak idején a gyermekeket tűzben áldozták föl molaknak és különböző istenségeknek, ma ezt abortusznak hívják. Egyik se foglalkozzon jóslással, varázslással, boszorkánysággal, jelmagyarázással, ráolvasással, szellemidézéssel, halott idézéssel, sem semmiféle más okult praktikával. Tehát ezeknek a használata az mindenképpen tiltott. Gemátria, ami a kabala számmisztikája, amit a, a mostani úgynevezett idézőjelvetett zsidók használnak, ami alapján ők euh, amire építik a vallásukat, ugye egy babilóniai napkultusz, az is, amit euh, sajnos a világ úgy euh, érzékel, mintha az lenne a maga a, a mindenhatóban való hitnek a legmagasabb formája, sajnos a tudatlanság az egy hatalmas probléma. A gemátria az ABC betűihez rendel számokat, mint az A1, B2, C3, ugyanezt megteszi a Héber ABC-vel, és ez alapján kalkulál bizonyos értékeket. Csak gondoltam, megmutatom, hogy miről is van szó itt. A jóslás teljesen egyértelmű, hogy mit jelent. Ha számokra gondolunk, akkor a jóslás maga az, hogy például a, ami a horoszkóp, ami a horoszkóp, az egy iskola példája, ennek ugye a születési név, szám, dátum, és akkor ezeknek az összege így úgy amúgy, ez mit jelenthet? Például a tarot kártya, a varázslás az, az egyik legjobb példája talán a varázslásnak az, az, ami Hollywoodban történik, ezekkel a trükkökkel, fényekkel, hangokkal, és, és üzenetekkel, amiket a filmek hordoznak. A boszorkányság az ezeknek az összefoglalója tulajdonképpen. A jelmagyarázás az, amikor például használnak csontokat arra, hogy mit lehet kiolvasni abból, vagy, vagy az asztrológia, amikor is. A csillagok állásából magyaráznak különböző. Jövőbeli eseményeket ráolvasás az, amit mondjuk megátkozásnak hívnánk, szellemidézés, az nem más, mint amit a Harry Potterben látunk, az egy nagyszerű példája a varázslásnak, a fekete mágiának, a fehér mágiának. Szellemidézést ismeri mindenki, szellemek nem léteznek, ezek démonok, halott idézés, ugyanúgy és ezek az ehhez hasonló okult praktikák azok, amikkel az ember nem akar foglalkozni, viszont érdemes tudni, hogy hogyan ismeri fel. A világ tele van rejtett jelekkel, kódokkal, és ezek mind arra szolgálnak, hogy az ember gondolkodásmódját, és mentalitását manipulálják, megváltoztassák. És a világgal összhangba hozzák, összezavarják az ember elméjét, ez az, amire használja a gonosz ezeket a dolgokat. Amennyiben mi megértjük ezt, ismerjük a jeleit, kódját, akkor valamennyire védve vagyunk ettől. Én azért most is azt tanácsolnám, hogy amennyire lehet tartózkodjatok a tévénézéstől, a filmektől, a zenétől, és mindenféle olyan szórakozástól, amit a világ állít elő. Én nem mondom azt, hogy soha, vagy senki, de a legjobb ezektől távol maradni, hiszen a mai világban, különösen ezekben az utolsó években a gonosz teljesen úrá lett a világon, és úgy tűnik, hogy egyre nyíltabban előbújik, ezt elég nehéz lenne megcáfolni. Amennyiben hasznosak találtátok, a videót osszátok meg az ismerőseitekkel, és remélem, hogy, hogy segítségetekre volt. Az e-mail cím a leírás részben megtaláljátok, és ott kapcsolatba tudtok lépni velem. Facebookon szintén megtalálját infobában, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!